Akkor kezdjük itt a furcsa helyzetben, hogy nem látjuk egymást, illetve csak mi hárman látjuk, a többieket nem látom. Nem látom az érdeklődő arcokat, amit egy személyes előadáson vagy ilyen találkozón, az mindig olyan jó látni, hogy fészkelődnek az emberek a széken, még beszélgetnek a szomszéddal, aztán nézik, hogy na, kezdődik, nem kezdődik, és akkor ugye elhalkul a morajlás, és az olyan jó, aztán jön egy torokköszörülés, és a hivatalos formula. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, tisztelt vendégünk, szeretettel köszöntünk minden résztvevőt itt a virtuális térben. Ez a Tudolvasmány klubnak, Tudolvasmányok klubnak a ennedik rendezvénye egy évvel ezelőtt, egy bő évvel ezelőtt kezdtük ezt a klubot. Mi is ez a klub azoknak, akik esetleg most vannak először velünk. Ez egy kötetlen fórum az érdeklődőknek, az érdeklődők részére, ahol alkalmanként egy kis időt szánhatunk olvasmányokra, tudományra, társaságra, beszélgetésre. Itt általában olyan könyveket olvasunk, ami a tudomány, a technika vívmányairól szól, annak történetéről, vagy egyéb más könyveket, amik éppen aktuálisan nagyon fontosnak tűnnek, legalábbis számunkra. A klub találkozón mindig egy felkért előadó ismertet egy könyvet, tulajdonképpen nem is annyira a könyvet, hanem inkább azt, hogy neki mit jelentett ez a könyv, tehát az ő gondolatvilágában milyen lábnyomot, milyen benyomást tett ez a könyv. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne egy ismertetünk egy könyvet, végig szaladunk rajta, hogy volt benne x fejezet, hanem mindenkiben egy könyv az valamilyen élményt jelent, és itt tulajdonképpen a meghívott előadónak az élményére vagyunk kíváncsiak. A mai felkért előadónk Somodi Imre. Nagyon sokan ismerik őt, közgazdász, korábban üzletember, a Pharmavit gyógyszergyár alapítója, 90-es évek egyik legismertebb üzletembere. Ma a társadalmi felelősségvállalás egyik példaképe Magyarországon. Most nem régen alapította a Külön Vélemény podcastot, és alapítója a Pont Jézus Szolgálatnak és annak gondozója. És egyébként sok más aktuális aktivitásban vesz részt. Akkor a téma komolyságához és az egész a virtuális térben való működéshez felkért hozzászóló is van, Szabados Ádám személyében, ő teológus és a Külön Vélemény podcast társalapítója. Imrét arra kértük, hogy a Yuval Noah Harari történésznek a Sapiens, a Homo Deus és a 21 lecke a 21. századra három könyvét annak visszatérve arra, hogy a lenyomatát azt ossza meg velünk, és segítsen abba eligazodnunk, hogy hogyan is kell értelmezni ezeket a könyveket, ezt a hármat úgy együtt, vagy külön-külön, talán először a Sapiens-t, és aztán külön a Homo Deus-t és a 21 leckét, lehet, hogy így a kettő jelent egy jó egységet. És mielőtt most belekezdenénk a Sapiens-nek a megismerésébe, amit valószínű a jelenlévők közül sokan olvastak, de egészen biztos, hogy hallottak róla,
hogy még mielőtt belekezdünk, hogy Imre, ha mondanál néhány szót arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a Harari jelenség, ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről, hogy Harari jelenség, mitől olyan sikeres ez a könyvek, 12 millió eladott példány, az akárhonnan számoljuk, az legalább 30-50 millió embert érint, mert egy könyvet, ha más nem, a családba, a baráti körbe az embernek továbbadnak egymásnak, tehát nagyon sokakat érint. Mi ez a jelenség? Mit tudsz ehhez mondani nekünk? Mindenkit szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagy örömmel tölt el, hogy egyáltalán ebben a közösségbe szólhatok, és hát rájöttem, ahogy készültem a mai napra, hogy ez nem egy egyszerű kihívás, mert ugye három könyvről kell beszélni, miközben az előttem szólók egy-egy könyvről tudták ezt az időt eltölteni. A Harari szerintem is egy jelenség, tehát a mai világban azt hiszem az ilyen megnyilvánulást szoktuk így definiálni. A könyveit ugye 2012-ben írta az elsőt, a Sapiens-t, és 18-ban a harmadikat. Tehát tulajdonképpen van 6 év, ami idő alatt Harari egy tulajdonképpen ismeretlen Tel Avivi történelem tanárból, egy egyetemi professzorból, azt gondolom, hogy ma talán a világ 10-50 legbefolyásosabb ilyen véleményformálója közé lehet számítani, aki nyilván nem tölt be semmilyen globális, főleg politikai szerepet, de mindenki meghallgatja, mindenki fontosnak tartja a liberálistól, a legkonzervatívabb iránytól, az ukrán miniszterelnöktől, Obamáig, tehát mindenütt a világon felkeltette az írásai az érdeklődést. A maga a történet ott kezdődik, hogy mint kezdő történész az egyetemen ő kapta azt a feladatot, hogy egy ilyen átfogó, bevezető témát adjon le az új történelem diákoknak ugye az egyetemen, és állítólag olyan jó csinálta, hogy a diákok kérték, hogy ebből kapjanak valami írásos anyagot, és akkor erre végül is felvetődött, hogy miért nem adják ki ezt könyvként. Senki nem gondolta arról, hogy ez ekkora, úgy mondjam, durranás lesz, de valóban csak a Sapiensből adták el ezt a 12 millió példányt, amiről te is beszéltél, és tényleg bődületes a hatása. De most nem akarok sokat a Harariról beszélni, de az, hogy milyen világban élünk, úgy gondolom, azt jól tükrözi az a nagyon-nagyon komplex gyökér vagy helyzet, amiből Harari a könyvét írja. Csak néhány jelzőt így összeraktam. Ugye ő egy izraeli állampolgár, ő vállaltan homoszexuális, ő vállaltan buddhista, rendkívül gazdag ahhoz képest, hogy egy történelem tanár, mert nagyon-nagyon magas szinten tudja eladni a gondolatait. Ennek következtében sikeres, és gyakorlatilag Tel Aviv mellett egy luxus villában éli életét, és az egész világon ő rá kíváncsiak, hogy látja az emberiségnek a múltját, jelenét, jövőt. Talán ennyi. Köszönöm szépen, és ha megengeded, még egy kérdést, ami tulajdonképpen a bemutatásodhoz tartozna, vagy tartozik, hogy most nem régen alapítottátok a Külön Vélemény podcastot. Mihez lesz külön véleményetek? Mi is ez a Külön Vélemény podcast? És miért pont Hararival indítottátok ezt a Külön Vélemény podcastot? Hát egyik gyökere ennek a történetnek az, hogy én 2014-ben tértem meg, tehát lettem hívő keresztjén, és nagyon hamar elkezdett foglalkoztatni az a kérdés, hogy egy ilyen későn a kereszténységbe bejutott emberként engem nagyon érdekelt a keresztény látásmód és a világ kapcsolata. És most már talán 3 éve terveztem azt, hogy valamilyen módon a médiában meg kellene jelenni, egyszerűen megosztani az emberekkel ezt a
ezt a megközelítést, de egy mindenki számára érthető módon. És ebbe találtam társra Szabados Ádám teológusba, aki egy nagyon-nagyon mély ismerettel, tudással, tapasztalattal rendelkező eszéíró blogger, és gyakorlatilag arra jutottunk, hogy jó lenne olyan nagy kérdésekkel foglalkozni, ami ma a világon az embereket inkább szétválasztja. Ugye, tehát tele vagyunk, a Magyarország is elment abba az irányba, hogy vannak ilyen látók, olyan látók, ilyen politikai irányzat, olyan politikai irányzat, és lassan nem is ismerjük egymást. És mi azt mondtuk, hogy próbáljuk meg a keresztény alapon a mi látásmódunkat, de sorskérdésekről, és olyan módon békésen, szeretettel, érthetően közreadni, ami nem feltétlenül arról szól, hogy mi most megtérítsünk embereket az evangélium számára, nyilván ennek is örülünk, hanem arról szóljon, hogy mi hogy látunk tényleg fontos kérdéseket, és hát, hogy ez az emberek számára saját életükbe is segít abba, hogy formálódjanak, alakuljanak, választ kapjanak a problémáikra. Köszönöm szépen, és akkor ez egy jó felvezetés az utolsó mondatod arra, hogy akkor nézzük most a Harari első könyvét, a Sapiens-t. Köszönöm szépen, és mivel az idő rövid, ahogy említettem, én tényleg, ahogy te is mondtad, én felvetek bizonyos általam fontosnak tartott kérdéseket. Nyilván nem tudom az egész könyvet, vagy a három könyvet elemezni, és úgy tudom, a végén van lehetőség, hogy kérdésekre még válaszoljunk. De azzal kezdeném, hogy ugye a számunkra is a Harariba a meghatározó az, hogy vette a fáradtságot, a felelősséget arra, hogy úgy mondjam, az úgynevezett metanarratívát, a nagy történetet, az emberiség nagy történetét megfogalmazza. És ezt egy olyan világba teszi, amikor minden darabokra van törve, mindenki kis érdekek mentén próbálja az életét élni, és keresi a saját igazát, és mi ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottuk. És azt gondolom, hogy ez az, ami vonzza az embereket, és engedjétek meg, hogy felolvassam ezzel kapcsolatban, hogy ő hogy ír, mert tényleg ez azt hiszem a kiinduló pont. Harari azt írja a 21 lecke könyv 229-es oldalán, hogy elfogyott az időnk. A döntések, amelyeket a következő évtizedekben hozunk, magának az életnek a jövőjét fogják formálni. Viszont a mostani világképünkre fognak alapulni. Ha ennek a nemzedéknek nem lesz összefüggő képe a kozmoszról, az élet jövője véletlenszerűen fog eldőlni. Tehát ő azt mondja, hogy igenis szükség lenne, hogy legyen egy közös látás arról, hogy miért van itt az ember, honnan jött és hova megy. És ő ezzel foglalkozik. A könyvében meghatározó definíciókat használ, és valójában az emberiség történetét három nagy fázisra építi fel, három forradalom mentén alakult az ember a mai napig, hogy úgy mondjam, az első az úgynevezett kognitív forradalom, tehát Harari azt mondja, hogy az emberszabású majmokból úgy váltunk ki mi emberek, hogy nincs válasz, hogy miért, de képesek voltunk arra, hogy egymással gondolatokat osszunk meg. És a gondolatok megosztása azoknak a dolgoknak az elfogadása, megértése, amit nem láttunk, vagy nem éltünk meg, ez különböztet meg bennünket az állatvilágtól. Ez az, amivel mi a neandervölgy és a többi emberszabásút, hogy úgy mondjam, leelőztük, és ez tette lehetővé, hogy nagy közösségekbe az ember tudjon tevékenykedni. Tehát ő azt mondja, hogy a Homo sapiens az itt kezdődik, körülbelül 70 ezer évvel ezelőtt, és ez az első időszak, ugye a gyűjtögető vadászó életmód, amit mi is annak idején hasonlóan tanultunk. Ő viszont azt mondja, és nagyon érdekes, hogy két jellemzőt fogalmaz meg. Az egyik, hogy azt mondja, hogy ez az ember már akkor bejárta az egész glóbuszt, sok helyen nem megmagyarázva, hogy hogyan jutott el Ausztráliába, Dél-Amerikába, stb., de azt állítja, hogy eljutott. És azt mondja, hogy valójában ez volt az emberiség első gyarmatosítása, mert ez volt az az időszak, amikor az ember kiirtotta maga körül azokat a nagytestű állatokat, akik, hogy úgy mondjam, a konkurensei lehettek volna,
és hogy úgy mondjam, győzedelmeskedett a globusz fölött. A másik jellemzője ennek az időszaknak szerinte, hogy az emberek valójában egy jóléti társadalomban éltek. Én ezt még soha nem hallottam előtte, hogy a gyűjtögető vadászó életmód az egy jóléti társadalom, de nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy gondoljunk bele, hogy ezek egészséges életmódot folytattak. Ugye állandóan sétáltak, gyalogoltak, mentek valahol. Állítólag bizonyíthatóan nagyon keveset dolgoztak, tehát napi 4-6 órát max. Nagyon egészségesen táplálkoztak, ugye gyümölcsöt, növényeket, állatokat, stb. Stb. És tulajdonképpen ezzel a vándorlással ugye volt egy természetes szelekció is abban, hogy, hogy úgy mondjam, a jobbak, a kitartóbbak azok tovább éltek. És azt mondja, hogy ez az időszak az, amikor a kognitív forradalom mentén a történelem függetlenítette az embert a biológiai képességeitől. Tehát ugye ő azt mondja, mint egy darwini gondolkodó, hogy igen, hogy mi az evolúció részesei vagyunk, de a kognitív forradalomban már olyan képességeket nagyon gyorsan fel tudunk szedni, amire az állatoknak, vagy a darwini evolúcióban tízezrekre lenne szükség. Ő úgy is fogalmaz, hogy tulajdonképpen egy gyorsító sávba le tudtuk előzni az egész állatvilágot. És ő azt mondja, hogy ez az időszak, ez körülbelül a 60 ezer évig tartott, tehát Krisztus előtt 10 ezer körül volt az, amikor jött a mezőgazdasági forradalom, ami elkövetkezett. A mezőgazdasági forradalommal kapcsolatban is vannak nagyon érdekes, meglepő állításai. Az egyik az, hogy ő azt mondja, hogy valójában a mezőgazdasági forradalom az az ember számára egy nagyon-nagyon komoly visszalépés volt. Ugye le kellett telepednie, kitettsége megnőtt a mezőgazdaság miatt, a természettel kapcsolatban, védtelen volt sok esetben, a betegségek, a higiénia és egyéb problémák miatt szelektálták. Tehát valójában ő azt mondja, hogy az egyénnek a mezőgazdasági forradalom az egy katasztrófa volt. Akkor megkérdezi az ember, jó, de miért van? És ő azt mondja, hogy azért, mert viszont a rendszernek, a közösségnek az egyben tartásába, a szaporulat növelésében, ugye, hogy nem kell egy gyalogolniuk, ugye sokkal gyakrabban tudtak teherbe esni, stb. Tehát ő azt mondja, hogy ez az időszak egy olyan időszak volt, ami a rendszer megerősödéséhez vezetett, tehát fogalmazunk úgy, hogy az államhatalom kialakulásához, és ahhoz, hogy tulajdonképpen ezek a közösségek elkezdjenek egymással is ugye minőségi harcot folytatni. Egy érdekes jellemző ennek az időszaknak, amit ő úgy fogalmaz meg, hogy az ember a memória túltöltésnek a kérdését megoldotta. Ugye ő ez alatt érti azt, hogy megint csak nem foglalkozik a részletekkel, de tény, hogy kialakult az írás-olvasás képessége, tény, hogy kialakult a matematika számításnak a képessége, és tény, hogy adathordozóra ki tudtuk rakni a gondolatainkat, tehát a memória túltöltés, hogy az agyunknak a kapacitása és a mának a kényszere az lejött az emberiségről, mert több adattal tudtunk dolgozni, és időben függetlenítettük az adatot az agyunktól. Tehát ő azt mondja, hogy ez ennek az időszaknak egy óriási jellemzője, és valójában ebben az időben, mondjuk azt, hogy a elmúlt év ezredekben, ő azt mondja, hogy három pillérre épült fel a társadalom, a gazdaságra, ami valójában a pénz, és egyre inkább a középkorban a kereskedelemről szólt, a politikára, ami a birodalmi érdekekről szólt, és ennek az eszköze a hódítás, vagy a megnyilvánulása, és a vallás, ami jelentős mértékben egy kulturális tevékenység volt, és hogy úgy mondjam, a prófétákon keresztül, akik vitték azt az üzenetet széllyel, ami éppen az adott birodalmi hatalmaknak az érdeke volt. Tehát ő azt mondja, hogy valójában tudományos forradalomig, tehát mondjuk azt, hogy 500 évvel ezelőttig, az 1500-as évekig ment ez a fejlődés, és ebbe a fejlődésben a hatalmak ugye próbálták ezt a mennyiségi győzelmet magukévá tenni, hogy minél nagyobb területen tudják a saját akaratukat keresztülvinni. És együtt működött a gazdaság, a politika és a vallás. És azt mondja, hogy a nagy váltás az ott történik meg, amikor a tudományos forradalom elindul, mégpedig azért, mert a premodern hatalmak,
azok a tudományt, a vallást arra használták, hogy azt bizonyítsák, hogy ők minden tudás birtokosai. Ugye, tehát istenszerű, ugye, egy király, egy császár, egy fáraó, és gyakorlatilag csak arra volt szükség, és elsősorban arra, hogy a tudós ezzel foglalkozzon. És azt mondja, hogy a tudományos forradalomban megváltozik az alapállás, mert a modern időkben az emberiség azt mondja, hogy mi sok minden alapvető kérdésre nem látjuk a választ, viszont mi emberek hisszük azt, hogy ezeket a válaszokat meg tudjuk találni a tudomány segítségével. És valójában Harari a vallást, azt a vallást, amit mi történelmi egyházaknak, stb. Tekintünk az egész világon, ő ezeket úgy gondolja, hogy ebben az időszakban elvesztették létjogosultságukat, ő azt gondolja, hogy ezek a múltéi, és tulajdonképpen a tudomány átveszi az irányítást, és előáll egy olyan helyzet, ahol a tudomány az egy katalizátorrá válik abba a hármas kapcsolatba, amiről beszélek, hogy gazdaság, politika és vallás, kultúra. És azt mondja, hogy tulajdonképpen egy olyan megállapodás született az emberiségben, a hatalmakban, hogy a tudományt az kiadja ideológiai töltettel egy adott birodalmi vezetés, mondjuk a Kolumbusz idejében, nem tudom, a spanyolok, vagy a portugálok, vagy a brit birodalom, vagy stb. És ő azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a brit kelet-indiai társaság az úgy működött, hogy az egy gazdasági vállalkozás volt, meghódította Indiát, végig vele ment a tudomány, és megpróbálták összeszedni azokat az ismereteket, ami hasznosulhat számukra, a birodalom számára, ment vele a vallási irányítás, és próbálta megfelelő vallásra téríteni az embereket, és ez az egész megdolgozta az adott területet, amíg a birodalom azt be tudta szippantani magában, és a birodalomban viszont fennmaradt az a kettősség, akár a római birodalomban, akár a brit birodalomban, akkor arról beszélünk, hogy volt egyfajta kulturális hatás azokra a területekre, lásd mondjuk a zsidó Izraelre annak idején, Krisztus idejében, de volt egy önállóság is. Ugye? És azt mondja, hogy a birodalomnak ez a kettősége, ez végig a történelem során fennmarad. És eljut ebbe a gondolkodásba oda, hogy tulajdonképpen a kapitalizmus, ami ugyanebben a mechanizmusban működik, az olyan szintre emeli ezt az együttműködést, hogy az államhatalom, a birodalmi érdek, a politika, az a tudományt, hogy úgy mondjam, gebimbe kiadja a gazdaságnak, mert hogy szerinte igenis ma a gazdaság uralja a tudományt, és a tudomány a gazdaság felügyeletével, vagy inkább azt mondom, hogy érdekeltségének megfelelően előállítja azokat az értékeket, amik a társadalom növekedéséhez, fejlődéséhez szükségesek, és ezáltal a politikai hatalom tovább tud erősödni. Ugye? Tehát ő azt mondja, hogy ez így működik, hogy a politika azért adja ki gebimbe a gazdaságnak a tudományt, de a tudományt így a gazdaság úgy manipulálja, hogy ezen keresztül olyan értékeket tudjon teremteni, amiket a társadalom számára hasznosítani tud, ezen keresztül viszont a társadalom fejlődik, növekszik, hasznosul, ugye? És ennek következtében a politikai érdekeket is képviseli, mert a politikának az az érdeke, hogy erősödjön és hatalomban tudjon maradni. És ő ugye azt mondja, hogy azok a dolgok, amiket az emberiség kitalált magának, ezek a dolgok fikciók. Ugye a kognitív forradalom után ő azt mondja, hogy ha körülnézünk a világban, akkor minden meghatározó, vagy a meghatározó dolgok többsége azok fikciók. A közösségnek a hiedelmén, a hitén alapulnak. Tehát ő szerinte fikció a nemzet, a pénz, a törvény, tehát minden a gyár, tehát az, hogy egy részvénytársaság, ugye ő ezt leírja 30 oldalon keresztül, hogy ez egy fikció, hát közösen megállapodunk abba, hogy az a papír, az a logó, hogy Apple, az nem tudom én, ér ma 100 milliárd vagy 50 milliárd dollár, fogalmam sincs mennyit. Ugye, és azt mondja, hogy valójában mi az? Az egy rajz, tehát és mégis mindenki elfogadja. Pénz mi az? Egy kinyomtatott papír, mégis mindenki elfogadja. És ő azt mondja, hogy
ezt, tehát most a pénzre vonatkoztatva, hogy ez nem egy hazugság, hanem ez egy borzasztó jelentős jövőbe vetett hit. Ugye ezen erre épül az egész. Viszont ennek borzasztó nagy veszélyei vannak. És felolvasnék egy részt a könyvben, ami szerintem ezt nagyon jó megvilágítja, hogy ő ebben hogy gondolkodik. Ugye ő azt mondja, hogy a premodern korban a társadalom kulcs mechanizmusa az a család és a kisközösség volt. Ő volt az, aki védte az egyént, aki összetartott, aki nevelte, és tulajdonképpen ő volt, aki kapcsolatban volt az államhatalom, és jellemzően az államhatalom és az egyén az gyenge volt. És ehhez képest ő azt mondja, hogy a modern korban egy nagyon komoly, nagyon erős államhatalom és gazdasági hatalom van egyik oldalról, másik oldalról kikapcsolta ez a központi hatalom egyre inkább a család és közösség, kisközösség jelentőségét a mai világban, és azt állítja, hogy az egyén erős. Tehát hogy a liberális gondolkodásban, ugye mi úgy gondoljuk, hogy az egyén, az individuum az egy nagyon-nagyon fontos és joggal és hatalommal és lehetőséggel bíró valaki, és azt mondja, hogy ebbe a rendszerbe vagyunk, és erről itt most ő azt írja, a történelem folyamán azonban az elképzelt közösségek, tehát a nagy közösségek, azok csupán másodhegedűs szerepet játszottak a néhány tucat emberbe álló bensőséges közösségek, tehát családok vagy kisközösségek mellett. Az elmúlt két évszázadban a bensőséges közösségek elsorvadtak, és az érzelmi vákumot az elképzelt közösségek töltötték ki. Az ilyen elképzelt közösségek felemelkedésének két legfontosabb példája a nemzet, illetve a fogyasztók törzse, tehát a fogyasztók közössége. A nemzet az állam elképzelt közössége, a fogyasztók tövege pedig a piacé. Tehát a birodalomi az egyik, és a gazdasági a másik. Mindkettő elképzelt közösség. A konzumerizmus és a nacionalizmus minden erejét megfeszítve dolgozik azon, hogy elhiggyük, idegenek milliói tartoznak ugyanahhoz a közösséghez. Lásd Facebook. Ez nem hazugság, ez képzelet. Interszubjektív valóságok. Ugyanazt látjuk mi egy adott halmaz. Csupán kollektív képzeletünkben léteznek, az erejük azonban óriási. Tehát ő azt mondja, hogy ez a mozgató rugója a mai világnak, és ez a jövőbe vetett hit, ami mondjuk a pénznél ugye a hitel, és ugye ő ezt úgy magyarázza, hogy gondoljuk meg, hogy a hitel az nem arról szól, hogy abban bízunk, hogy ezt a pénzt visszaadjuk, hanem a hitel az arról szól, hogy abban bízunk, hogy mi a következő időszakban növekedni fogunk, mert nem csak a hitelt, hanem a kamatait is vissza kell adnunk, és még szeretnénk mi is jól járni. Tehát ilyen értelemben ez az egész gazdasági rendszer, amire most épülünk, az abból indul ki, hogy van fedezet, mégpedig a bizalom a jövőbeni bőségben. Ugye, tehát ez az, amit ő állít, és ő azt mondja, hogy ennek az alapja valójában az a gondolat, hogy elfogadtuk, hogy önző törekvések a közösség boldogulására helyesek. Tehát ugye, hogy vannak olyan kapitalisták, vagyonnal rendelkező tőkések, akik befektetnek, és ebből a közösség hasznosulni fog. És ő azt mondja befejezésül, hogy az a konzumerizmus, ami most kialakult, az tulajdonképpen két részre vágja szét a társadalmat. Az egyikben vannak a nagyon kevés gazdagok. Érdekes módon ő azt mondja, hogy a gazdagok a megfontoltak, a gazdagok azok, akik vigyáznak az egészségükre, nyilván megtehetik, a gazdagok azok, akik a pénzüket elsősorban befektetik. A többi, mondjuk azt, hogy az átlagember, az viszont arra van nyomva a rendszer részéről, hogy fogyasszon, dőzsöljön, herdáljon, hitelt vegyen fel, árut állandóan cserélje le a állóeszközeit, a vagyontárgyait fogyasszon. Tehát tulajdonképpen a nagy tömegek a vásárlásra vannak fókuszálva. És ő eljut oda ebbe a gondolkodásba a Sapiensnél, hogy ő azt mondja, hogy a tudománynak ez a kontrollálatlan, hogy úgy mondjam, a pénzvilága, a gazdaság általi felügyelete, tehát a gazdaság kezében lévő tudomány, az ebben a rendszerben egyáltalán nem feltétlenül emberi érdekeket szolgál,
tehát a közösség érdekét, hanem itt adott esetben kőkeményen a pénznek, ennek a növekedésnek az érdekét, és ebből iszonyú komoly veszélyekre lát rá, és ő azt mondja, hogy ezek a veszélyek, ezek borzasztóan elgondolkodhatók, hogy ezzel mit fogunk csinálni. És azt mondja, hogy ezzel, amit én most körülbelül elmondtam, tehát hogy egy ilyen iszonyú pénz- és növekedésorientált rendszerbe él az egész globusz, hogyha így vesszük, ezzel eljutott a homo sapiens az életének a végére, tehát azért sapiens ennek a könyvnek a címe, mert ő azt mondja, hogy a 70 ezer évvel ezelőtt elindult kognitív forradalom, az most az utóbbi évtizedeknek, azt hogy mondjam, a tudományos fejlődésével olyan fázisba vitte a lehetőségeket, ami már a homo sapiens-t alapvetően megváltoztatja. És nyilván keresztény szemszögből és sok más szempontból ezt lehet vitatni, de a második két könyvébe ő nagyon alaposan végig gondoltatja, hogy úgy mondjam, az olvasóval ezeket a lehetőségeket, a jelenlegi helyzetet, és ebből ő szerintem mi a rövid távú, mondjuk azt, hogy 20-50 éves kilátás, és ő meg van győződve arról, hogy az ember olyannak, aminek az elmúlt 70 ezer évben ismertük, az, hogy úgy mondjam, lejárt az ideje. Ez egy nagyon súlyos kérdés, de ez a álláspontja. Köszönöm szépen. Lélegzetelállítóak ezek a gondolatok. Itt vannak kérdések, meg korábbról összegyűlt kérdések, és itt a három forradalmat, hogyha sorba állítjuk, tulajdonképpen a második, a mezőgazdasági forradalom nevezetesen, amikor rájön az ősember, az ősünk, hogy ha eldug egy szem gabonát, abból négy fog kikelni, abból egyet újra eldughat, megint négy kikel, és elindul a növekedés, és eljutunk odáig, hogy az Apple logója egy alma, ami benne van a harapás, ez az Éva almája. Ez a mezőgazdasági forradalom, ez felfogható úgy, hogyha a teremtést egy folyamatnak gondoljuk, és a teremtés eszköze az evolúció maga, akkor a mezőgazdasági forradalom az volt a paradicsomból való kiűzetés, ahova ma önjelölt guruk ezrei mondják, hogy ne dolgozz többet napi 4 óránál, vagy heti 4 óránál, és sétálj, és stb. Hát én azt gondolom, hogy ez sok olvasóba felvetődik, ugye? Tehát kétségkívül, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye a Ószövetség is ezt a kérdést nagyon egyértelműen leírja, ugye? Tehát a teremtés történetet, és Hararinál is ugye ez a váltás azért is érdekes, mert ugye azt mondja, hogy valójában egy jobb állapotból lép áll egy rosszabb állapotba, ugye? Vagy ha csak gondolsz arra, hogy izzadságoddal fogod a munkádat végezni, ugye? Tehát, hogy ez tényleg ezeket a részeket hangsúlyozza ki. Megmondom őszintén, én teológiailag vagy bibliailag ezt nem elemeztem, és nem is szeretném, de biztos vagyok benne, hogy az Ádám majd hozzászól, akkor ezt a kérdést érinti, de szerintem nem véletlen, hogy ő ezt így értelmezi, és én azt gondolom, hogy ez egy ma a keresztény, de egyéb az egész világban egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy ezt hogy értelmezünk. Most nehéz helyzetben vagyok, mert itt lenne még millió kérdés, de szorít minket az idő, és még van két könyv, amiről beszélni szeretnénk. Igen. Úgyhogy egyszerűen tovább kell gördíteni a labdát, és megint nálad a szó, hogy akkor most a 21 lecke, a Homo Deus, tulajdonképpen miért Homo Deus ennek a címe,
hogy akarunk mi istenné válni. Menjünk ezen végig. Ez ugye még nehezebb abból a szempontból, hogy ez két, nem tudom én, 300 oldalas könyv. Ezért én igazán 3-4 kérdésre szeretnék fókuszálni. Nekem ez a könyv, szeretném elmondani, hogy azért volt a Homo Deus, tehát ugye amelyik a jelennel és elsősorban a jövővel foglalkozik, azért volt rendkívül izgalmas, mert én az elmúlt években, amikor a Centrál Kávéház még a tulajdonomban volt, akkor csináltam egy Centrál imareggeli sorozatot, ahol keresztény emberek a világ fontosabb ügyeiről előadtak, és ott volt egy ilyen előadás, amit én tartottam egyébként, hogy milyen jövő vár az emberiségre. Engem nagyon-nagyon izgat ez, nem személyesen, a személyes indítékból, hanem én azt látom, hogy olyan változásokban élünk, ami teljes mértékben újra gondolásra készteti a gyermekeinkkel, unokáinkkal kapcsolatos látásunkat. Ugye, mert ha belegondoltok, évezredeken keresztül az emberek úgy el tudták képzelni, hogy mi lesz a jövőben, ha csak nincs valami nagy katasztrófa. Mi most nem tudjuk, hogy mi lesz 35-50 év múlva, mert látszik visszatekintve is, hogy milyen változások voltak az elmúlt 20 évben. Harari egyébként azt mondja, tehát így fogalmazza meg ezt a helyzetet, a mai ember idegesen járkál fels alá a mennyország kapuja és a pokol küszöbe között. Tehát nagyon érdekes ez az ateista ember, ugye ezt így fogalmazza meg, hogy a mennyország kapuja és a pokol küszöbe között témfereg az ember, mert hogy megvan az esélye mind a kettőre. És a Homo Deusban az első meghatározó gondolat, amivel ő foglalkozik, az, hogy mi annak a következménye, hogy az ember uralkodóvá vált a Földön. Tehát, hogy a Homo sapiens, mi jellemzően büszkék vagyunk arra, hogy mi uraljuk a Földet, de hogy ezt egy picit gondoljuk végig. És ő azt mondja, hogy az egyik jellemző, hogy leigáztuk a többi állatfajt, ugye? És egy döbbenetes kördiagramot rak föl, amiben azt mondja, hogy ugye ez úgy a hallgatóknak is mondom, hogy úgy elképzelhetjük, hogy vajon az úgynevezett nagytestű állatok, amiben az ember is beletartozik most ebből a szempontból, a nagytestű állatok hány százalékát teszi ki a házi állat, az ember és a vadállat. És számomra egy döbbenetes szám van ebbe a grafikonban, azt mondja, hogy a házi állatok a összes nagytestű állatok a 60%-át teszik ki. Az ember az 36%-ot teszik ki, és az egész világ összes nagytestű vadállata, az összes nagytestű állatnak csupán a 8%-át. Tehát ha belegondoltok, valami elképesztő dinamika, ami kipusztított az egész földről mindenfajta olyan állatot, amire azt gondolt az ember, hogy nincs szüksége. És a Harari számára egy különösen fontos téma az, hogy lehet az ember olyan furcsa lény, hogy védi az állatot, milliókat áldoz a kutyamenhelyekre, és közben a csirkét, a marhát, a disznót és a más olyan állatot, amit felhasznál ugye étkezésre, azokat pedig iszonyatos körülmények között rabságban tart. Ugye a másik állítás ugye az, hogy az ember az kizsákmányolja a természetet. Ezt látjuk, és ezzel azt hiszem nem kell sokat rágódni. A harmadik, ami lehet, hogy sokak számára egy döbbenetes állítás, hogy ő azt mondja, hogy valójában a Homo sapiensnek azért is van vége, mert a Homo sapiens teljesítette azt a három fő célját, amiért létezik. És ezt el nem tudtam volna képzelni, hogy ez így van, de ő azt állítja, hogy valójában az ember a 70 ezer év óta azért harcol, hogy a betegséget, az éhséget és a háborút kezelni tudja. És azt állítja Harari, hogy ma több ember hal meg túltápláltságban, mint éhségben. Ma több ember hal meg, hogy úgy mondjam, öregkori halálban, mint valamilyen betegségben, ami korábban elviszi. És ma több ember lesz öngyilkos a Földön, mint ahányan háborúban halnak meg. És azt mondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy ma nincsen betegség, járvány, éhség, háború, hanem azt jelenti, hogy ez ma már csak politikai akaratból van. Tehát ma az emberiség megoldhatná ezeket a kérdéseket, ha akarná, de az emberiség másra fókuszál, ezért ezeket nem oldja meg.
És azt mondja, hogy az emberiségnek az a sikerének a titka, hogy a fikciók által értelmet ad a világnak. Ugye? Tehát, hogy az embereknek ez a driving force, ez az előre menetel, ez folyamatosan megvan, és érdekeltek abban, hogy növekedjenek, fejlődjenek. És ő azt mondja, hogy ma két kulcs fikció van, az egyik a humanizmus, a másik pedig a kapitalizmus. Tehát ő így látja, hogy idáig jutott el a homo sapiens. És fontos, hogy beszéljünk néhány gondolatot a Harari-nak az emberképéről, mert különben nem értjük az egészet szerintem. Tehát ő, mint egy buddhista gondolkodású ember, és mint egy materialista, darwini megközelítési valaki, ő az embert egy algoritmusoknak a anyagi összességének tekinti. Tehát ő azt mondja, hogy valójában mi nem vagyunk más, mint programoknak a szövete, ami biológiailag és informatikailag össze vannak fonulva. És azt mondja, hogy ennek a csúcs szintje a természetben az ember. Másik oldalról azt mondja, hogy az embernek nincsen szabad akarata, mert az ember az tulajdonképpen ezt a kifejezést használja, hogy egy biomesterséges intelligencia. És ugye nem foglalkozik azzal, hogy de hát akkor ezek a programok honnan jönnek, ezeket ki csinálta, és ezt hogy rakta valaki össze, mert ugye a mi keresztény megközelítésben ez eléggé fontos. Ő azt állítja, hogy a darwini fejlődés az a, ugye meglépte az ember azt a lépést, hogy ő a kognitív forradalmat, tehát a gyűjtögető léttől mostanáig ebbe a darwini fejlődésben van, és tulajdonképpen ő azt állítja, hogy ebbe a homo deusba való átmenet, az Isten emberi lét, az nem egy darwini lépés, tehát nem egy evolúciós lépés, hanem ahogy az elején mondtam, a kognitív forradalom, a történelem, az felülírja a biológiát, és ő azt állítja, hogy a darwini rendszerből tulajdonképpen kilép az ember azáltal, hogy a technológiát úgy tudja kezelni, ahogy tudja. Ugye ez nyilván egy keresztény megközelítésben számunkra, akik hiszünk abban, hogy teremtettek vagyunk, ez nem vállalható. A harmadik téma, amit említenék röviden, az a tudomány és Isten kérdése. Ez nagyon hosszú része a könyveinek ezzel foglalkozik, és ő azt állítja, ahogy említettem, hogy azok a Isten hitek, mint például a zsidó vallás, keresztény vagy buddhizmus, stb., ezek a múltban vésztek valójában, és ma nem meghatározóak. És ő szembeállítja a vallást és a tudományt, és nagyon érdekesen azt állítja, hogyha Isten igazán létezne, akkor a tudomány az foglalkozna vele. És ő azt mondja, hogy a tudomány az minden fontos kérdése keresi a választ, és nem véletlen, hogy az Isten kérdése nem keresi a választ, mert Isten nincs. Ami teljesen tehát furcsa és általunk nem vállalható, nem elfogadható, hisz a mi megközelítésünkben a metafizikus, a transzcendens az egészen más, mint a fizikai valóság, amit a tudomány kutat. Ugye, ilyen értelemben ő ebbe egy egész más irányba megy el. Az is érdekes, hogy ő a vallást, azt a múltbeli vallásokat ugye leírja, de a jelenkornak a meghatározó hullámait, hogy úgy mondjam, vallásnak nevezi. Tehát ő az írásaiba beszél a humanista vallásról, beszél a kapitalista vallásról, a liberális vallásról, stb. Tehát tulajdonképpen a vallás kifejezést használja úgy is, mint az embereknek egy vezér ideológiáját. Egy érdekes kérdés, amit nagyon nyíltan a könyvében megfogalmaz, hogy ő materialista alapon nem tudja magyarázni a tudat kérdését. Tehát ugye ő azt mondja, hogy és ő ezt azzal intézi el, hogy szerinte a tudatot azért nem tudja magyarázni, mert még nem jutott el oda a tudomány, hogy a tudatot megmagyarázza, de meg van győződve arról, hogy a tudatnak is nem egy, tehát egy racionális és egy materiális alapja van, csak éppen ezen még kutatni kell, és majd ezt megtalálják. Ugye, ami mi nem így gondolkodunk erről. A vallása mentén, ugye a buddhista vallás mentén, ő valójában eljut oda, hogy az egyén az lecsupaszítható pontoknak és adatoknak a összeg,
összegére. Ugye? És ez azért fontos, mert ő a jövőre nézve ezt egy nagyon komoly lehetőségnek tartja, és azért tudja elképzelni, hogy a Homo sapiensen túlnő az, amit csinálunk, mert a Homo sapiens a számára csak egy szintje ennek a folyamatnak, és ő szerinte lehet, hogy adattá fogunk átalakulni, most bármilyen furcsán is hangzik ez így. Hararinak még a tudomány és Isten kérdése kapcsolatban írtam ide fel, hogy egy nagyon fontos témája a szenvedés, és a szenvedésnek a kiiktatása. Tehát ő azt gondolja, hogy a valós életnek a meghatározó élménye a szenvedés, és ő azt mondja, hogy a szenvedés az két módon iktatható ki az ember életéből, vagy kezelhető. Az egyik kémiai pszichóúton, hogy úgy mondjam, a másik pedig, hogy az ember ki tudja kapcsolni a kapcsolati rendszerét a világhoz, ugye tudatilag, tehát ő iszonyatos sokat meditál, tehát minden nap meditál, de minden évben több mint egy hónapot elvonul az egész világtól és meditál. Tehát mi ugye ehhez szemben, mi hiszünk a Teremtő Istenbe, és mi hiszünk abban, hogy Krisztus megváltóként az mi életünket meghatározza. A negyedik dolog, amit említenék, az a homo deus állapot leírása, ami szerinte most van. És ebbe ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ő nem azt mondja, hogy ezt jönni fog, hanem ő azt mondja, hogy ebbe most már benne vagyunk. És ő azt állítja, ugye, hogy az emberiség, a homo sapiens elvégezte a három feladatát, a betegség, az éhség és a háború kezelhető, ha akarja, jelenleg azt csak manipulációként használja. És azt mondja, hogy minden lény, hogyha megszűnik a célja, akkor nyilván keres egy új célt, hallasz? Igen, hallunk. Jó. És ugye ő azt mondja, hogy az emberiségnek három új célja van jelenleg már, a boldogság, a halhatatlanság és az istenszerűség. És ő azt mondja, hogy az istenszerűséggel azért nem is kell annyira foglalkozni, mert ha a boldogság és a halhatatlanság kérdését meg tudja oldani, akkor valójában az istenszerűségbe már hazaér. És ő azt mondja, hogy két iránya van annak a emberi tevékenységnek, ami ide vezet bennünket. Az egyik, hogy az ember elsősorban a biológiai, kémiai, informatikai, robotizáció és egyéb területeken ráfókuszált arra, hogy önmagát és környezetét manipulálni tudja minél inkább. Tehát ő levezett nagyon sok példát arról, hogy csak egyet mondok, a plasztikai sebészet, hogy ez kialakult az első világháborúban, mert szörnyű emberek jöttek haza a háborúból, és utána rájöttek, hogy ez nagyon elcsúnyult embereket is tud javítani, ugye? Tehát ez volt a klasszikus plasztikai sebészet, ahol segítettünk, ugye? Tehát gyógyítottunk, fogalmazunk így. És azt mondja, hogy ma a plasztikai sebészet az 90%-ban egy szépészeti történet, ahol az emberek önmagukat változtatgatják össze-vissza. És azt mondja, hogy ez a jellemzője a egész orvostudománynak, ez a jellemzője rengeteg más területnek, hogy mi manipuláljuk. Ugye, tehát nem azt mondjuk, hogy normálisan kezeljük a környezetünket, hanem büszkék vagyunk arra, hogy zárt házakba tudunk paradicsomot termeszteni. Ugye? Tehát, hogy teljesen elvisszük a dolgokat onnan, ahol én azt mondám, hogy Isten ahova teremtette őket, és azt mi manipuláljuk, és a saját célunkra átalakítjuk, stb. Stb. Tehát bioinformatika, genetika, stb. Másik oldalról azt mondja, hogy az ember az ugye kétfajta élményt tud megélni, ahogy az előbb ugye a szenvedés kiiktatásáról is beszélt. Az egyik, hogy valósan él meg valamilyen élményt, a másik pedig, hogy kémiai vagy virtuális úton él meg valamilyen élményt. Tehát ugye ő azt mondja, hogy a mai világnak a másik nagy hulláma az arról szól, hogy egy egyre kisebb hatalmon lévő réteg az, aki valósan tud dolgokat megélni. Ő azt mondja, hogy nyilván ez a nagyon kevés ember lesz, akinek majd hosszú élete lesz, ha ezt megoldja a tudomány. És a nagyon nagy tömeg az ezt az egészet virtuálisan, vagy akármilyen manipulált módon fogja megélni. Tehát a Harari nem arról beszél, hogy háború lesz, meg éhségbe meghalnak az emberek, meg megeszik egymást, vagy nem tudom mi. A Harari arról beszél, hogy valójában az emberiség képes lesz ebbe a homo deus státuszba
mindenkinek azt az érzetet, azt a fikciót annak a részesévé teszi, amiben azt hiszi, hogy ő boldog, halhatatlan, és ezért istenszerű. És ennek az egésznek a kulcsa, szerinte ez az utolsó gondolatkör, ő úgy nevezi, hogy a modern paktum, ez a homo deussá válásnak az alapja, és erről engedjétek meg, hogy még egy részt felolvasok, mert szerintem nagyon fontos. Következőképpen ír, azt mondja, ezért a modernitásnak folyamatosan azon kell dolgoznia, hogy se az egyén, se az emberi kollektíva ne akarjon kiszállni a versenyből. Dacára minden káosznak és feszültségnek, amelyet az terem. Emiatt a modernitás a növekedést tartja a legfőbb értéknek, amelynek kedvéért minden áldozatot és kockázatot vállalnunk kell. Kollektív szinten arra sarkalja a kormányokat, cégeket és szervezeteket, hogy sikerüket a növekedésben mérjék, és úgy féljenek az egyensúlytól, akár az ördögtől. Az egyéneket nem volt nehéz meggyőzni, hogy többet akarjanak. Az embereknél könnyen jön a kapzsiság. Az igazi nehézséget az jelentette, hogy olyan kollektív intézményeket is megnyerjenek az új eszmének, mint az egyházak és az államok. A társadalmak évezredek óta azon igyekeztek, hogy megzabolázzák és valahogy egyensúlyba hozzák az egyéni vágyokat. Már régen is tudták, hogy az ember mindig többet és többet akar. A tehetetlenség rossz volt. A modernitás aztán fenekestül felforgatta a világot. Meggyőzte az emberi közösségeket, hogy az egyensúly sokkal rémisztőbb a káosznál, és mivel a növekedést a kapzsiság táplálja, a kapzsiság valójában jó. Mindeközben arra biztatta az egyéneket is, hogy akarjanak még többet, és lebontotta azokat az ősrégi alapelveket, amelyek gátat vetettek a mohóságnak. A modern paktum a hatalomért cserébe azonban azt várja tőlünk, hogy adjuk fel az értelmet. Ez egy nagyon-nagyon durva gondolat, és ugye azt mondja, hogy ez az a rendszer, ami ma körülvesz bennünket, ezt máshol platform gazdaságnak, vagy platform economy-nak nevezik, ugye, tehát az a állítás, hogy valójában ilyen Facebook, Google, Amazon, Apple, stb. Ezek a rendszerek, ezek már nem egy piaci szereplők, hanem őnekik már az egyének a kezükbe vannak, vagy a zsebükbe vannak. Ugye, tehát ő azt mondja, hogy ez az a rendszer, ami átfogja ma a világot, és ennek következtében elveszik, most erre nem akarok belemenni, de elveszik a önértékelésünk, ugye, mert ezek a rendszerek értékelnek, az anonimitásunk, mert ugye, hogy úgy mondjam, a nagy testvérnél kint vannak az adataink, a gyermekünk, mert a Disney-n és a okostelefonon nevelkedik, a munkahelyünk, mert a mesterséges intelligencia és a robotizáció elviszi, a valóság, mert összekeveredik a virtuális valósággal, a testünket, mert ugye extra skeletonokat tudnak emberekre húzni, és azzal tudnak létezni. És az értelmük is, mert ugye a brain-computer interface után már nem tudjuk, hogy ki a valós ember. Tehát ő azt mondja, hogy valójában megyünk abba az irányba, hogy biorobottá válunk, és csak az a kérdés, hogy megmarad-e ez egy ilyen emberszabású valamivé, vagy tulajdonképpen ebből a rendszerbe az ember kiesik, és ő két utat lát ebbe, az egyiket technohumanizmusnak nevezi, ahol az emberek, ez a kisebbség uralja óriási többséget. Aki látta az Elysium című filmet, abban ez van leírva. A másik pedig a dataizmus, ugye, amikor azt mondja, hogy valójában az adatok átveszik a hatalmat az ember fölött. Ez nagyon-nagyon durva gondolatmenet. Gondolat, hogy szeretnék a befejezését felolvasni, engedjétek meg. Ő úgy fejezi be a harmadik könyvét, a 21 leckét. A technológia fejlődésével két dolog történt. Először is, ahogy a kőbalták fokozatosan atombombává fejlődtek, egyre veszélyesebb dologgá vált destabilizálni a társadalmi rendet. Másodszor, ahogy a barlangrajzok fokozatosan tévéműsorokká fejlődtek, egyre könnyebb lett félrevezetni az embereket. Lehetséges,
hogy a közeljövőben az algoritmusok végigviszik ezt a folyamatot. Jószerivel lehetetlenné téve az emberek számára, hogy megfigyeljék a valóságot magukról. Az algoritmusok fogják eldönteni, kik vagyunk, és mit kell tudnunk magunkról. Néhány évig vagy évtizedig még lesz választásunk. Ha vesszük a fáradtságot, még vizsgálhatjuk, hogy kik vagyunk. De ha élni akarunk ezzel a lehetőséggel, akkor jobban tesszük, ha már most hozzákezdünk. Tehát én is azt gondolom, hogy a nagy tanulság számomra legalábbis, hogy nem az a kérdés, hogy ki vagyok, hanem az a kérdés, hogy kié vagyok. Tehát én keresztény emberként azt gondolom, hogy nekem egy megnyugtató dolog, hogy azt mondom, hogy én Istenhez tartozom, és azt a konstrukciót fogadom el, ami a Bibliának az üzenete. Nekem ez egy sokkal szimpatikusabb alternatíva, mint hogy egy ilyen biorobot legyek, aki már nem tudom, hogy ki vagyok, mert éppen attól függ, hogy most éppen ezek a környezeti hatások, amiket felsoroltam, merre visznek. Tehát én hiszem azt, hogy igenis nagyon-nagyon fontos, amit ő felvet. Meggyőződésem, hogy nem ad igazán megoldási választ, lehet, hogy nem is akar, de ha mi a Biblia mentén gondoljuk végig az életet, akkor szerintem megtaláljuk azt a választ, ami nem biztos, hogy a társadalomnak, meg főleg a globusnak választ ad, mert ez lehet, hogy sajnos a makroszintű dolgok abba az irányba mennek, amit ő mond. De szerintem az ember, aki végig gondolja ezt, meg kell, hogy próbálja ragaszkodni azokhoz az értékekhez, amit az írás ad. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen azt a nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolgot, tulajdonképpen egy szép és reményteli jövőt, de ugyanakkor egy nagyon sötét jövőt is. Mondjuk azt, hogy kockázatost. Kockázatost, jó. Igen, jó, nem kell, hogy sötét legyen, elég, ha csak kockázatos jövőképet kapunk itt. Na most ennek a három könyvnek, meg egyáltalán ennek a gondolatsornak a műfaja, ez profécia, ez egy tudomány, akadémiai értelembe véve ezek a művek, ezek tudományos művek. Ez egy ilyen kérdés, amin el lehetne gondolkozni. Aztán kaptunk kérdéseket nézőktől, például ilyet, nagyon konkrét, praktikus kérdéseket. Ugye a politikusok használják-e, és mire használják Hararinak a gondolatait, vagy téziseit. Aztán van egy másik érdekes kérdés, hogy Harari buddhista, ugyanakkor ateista. Ez most hogy ellentmondás? Vagy ellentmondása ez egyáltalán? Nem tudom, talán vagy te, vagy Ádám, aki igen, gondolja, hogy ebbe tudna nekünk valami eligazítást nyújtani, hogy ezeket a kérdéseket hogy értékeljük? Az első kettőre röviden válaszolnék, jó? Tehát mi úgy tartjuk, tehát nagyon komolyan veszik a könyveit, ő nagyon-nagyon komoly háttérmunkát fetszöl ebbe bele, ez nem kérdés. Ugyanakkor vannak területek, ami teljesen egyértelműen, meseszerűen, tehát fikcióként van megírva. Vannak olyan, amire azt lehet mondani, hogy komoly tudományos munka, és vannak olyan részek, amik tulajdonképpen össze vannak az adott konkrét területen ollózva. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket a könyveket nem egy tudományos munkának kell tekinteni, mert akkor én valószínűleg el sem bírnám olvasni. Tehát ez igenis alapvetően egy szórakoztató, de nagyon-nagyon komoly háttérrel rendelkező könyvsor egyik oldalról. Tehát azt gondolom, hogy akkor ezt a részt inkább tegyük oda a végére, hogy érdekes módon jelentős tudományos cáfolat az nem nagyon jelenik meg. Nem tudom miért, de ez egy érdekes dolog. A politika mire használja? Ez azért örülök a kérdésnek, mert nekem is az egyik legnagyobb dilemmám, hogy hogy lehet, hogy ez az ember talán épp tavaly
a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Angela Merkel és a ENSZ főtitkár között előad, és a könyveiben az van leírva, hogy az emberiség a szakadékba zuhan bele, és gyakorlatilag a államok képtelenek ezeket a folyamatokat kézben tartani, és azt látod, hogy ilyen mosolyogva megveregetik egymás vállát, és mennek tovább. Ez nekem ez az egyik legnagyobb találnyom. Tehát egy picit az az érzésem, mintha azt mondanák, hogy hát nem baj, ilyen írások is hagyd legyenek, egy pár ember ezen felveti a fejét, meg rágódik rajta, de a tömegek úgyse fognak ezután menni. Tehát én engem ez nagyon-nagyon zavar, hogy a politika, a tudomány, a felelősségét ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban nem fogalmazta meg. Jó, köszönöm szépen, és akkor talán, ha Ádámot hagyjuk szóhoz jutni, hogy ő hogy látja ezeket a kérdéseket, milyen hozzáfűzni valója lenne az elhangzottakhoz. Ezt és én is szeretettel köszöntök mindenkit, megtiszteltetés, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben, és nem akarom nagyon húzni az időt, én igazából egyetlen egy gondolatot tennék hozzá, ahhoz, amiket Imre elmondott. Mi egy csomót beszélgettünk Imrével, meg hát nyilván, hogyha a podcastot valaki meghallgatja, akkor ott hallhatja is, hogy rengeteg témát járunk körül. Én azt a gondolatot tenném csak ide, hogy, és ez kapcsolódik az egyik kérdéshez is, hogy számít Harari esetében az, hogy mi az ő előfeltevése, tehát milyen előfeltevésekkel olvassa a történelem tényeit. 10 évvel ezelőtt az egyik barátommal a londoni British Museumban végigjártuk a tárlatot, és aztán a büfében leültünk beszélgetni, ebédelni, és ahogy beszélgettünk, ott mellettünk ült egy őszhajú idősebb hölgy, aki meghallotta, hogy magyarul beszélünk, és odafordult hozzánk, és ő is magyarul szólított meg bennünket, és kiderült, hogy egy Tel Avivi zsidó, magyar származású, vagy magyar zsidó származású hölgy volt, aki Neumann Jánosnak a közeli rokona. És a történész fiával nézte végig a tárlatot, aki szintén, vagy aki történész volt a jeruzsálemi egyetemen tanult történelmet, és elkezdtünk beszélgetni a történelemről. És akkor egy izgalmas beszélgetés lett, kiderült, hogy mind a kettőnket érdekel az ókori Izrael története, és akkor a hölgy többször a beszélgetésben hangsúlyozta, hogy nagyon fontos tudni azt, hogy a történelem az tények és azok értelmezése. Tények és azok értelmezése. És én Harari esetében is ezt látom nagyon fontosnak, hogy ő ad egy nagy metanarratívát a történelemről, de sokkal több az értelmezés benne, mint maguk a tények. És hát vannak olyan részek, például a vallásról szóló részben van 3 darab lábjegyzet, ebből az egyik az egy középkori Firenzéről szóló könyv, a másik egy Hitler idézetet tartalmaz, a harmadik meg egy szintén nem egy komoly történeti munka. Viszont nagyon, nagyon izgalmas az ő elemzése, vagy ez az értelmezés, amit ő ad a történelemnek. És itt, amit Imre is említette, nagyon fontosnak tartom, hogy neki van egy fix alapállása, amire ő nem is kérdez rá, azt ő magától értetődőnek veszi. És ez az alapállás egy ateista, naturalista alapállás, tehát ő nem hiszi azt, és ezt ő le is írja, hogy lenne bármi a természeten kívül, tehát csak a természet létezik. És ez nagyon jól összefér egy buddhista megközelítéssel, ő a vipassana meditációt gyakorolja, ezt ő a könyvben le is írja elég részletesen, hogy micsoda. És ez azért fér meg egymással, mert a buddhizmus az egyetlen olyan vallás, amelyik összeegyeztethető a naturalizmussal. Tehát annak nincs szüksége természet felettire. Viszont Harari magától értetődőnek veszi, hogy ez a helyes kiinduló pont a történelem értelmezésére. És ez még hozzátenném azt is, hogy benne semmiféle kétely nem él a darwini evolúció elmélet alapvetéseivel szemben. Ami számomra azért érdekes, mert a szkepszis az él, és nagyon komoly ez a szkepszis, és történetesen az egyik korai kritikusa ennek az éppen Neumann János volt, aki matematikai alapon tartotta nonsensnek Darwin elméletét, de
ma is vannak ilyen gondolkodók. Thomas Nagel, a Harvard Egyetem filozófusa, a zsidó származású filozófus, ő 2012-ben jött ki azzal a könyvével, hogy Mind and Cosmos, tehát az elme és a világegyetem, és az alcíme az, hogy miért szinte biztos, hogy a természet materialista, neodarvinista felfogása téves. Tehát a kételj az ott van, de ő ezekre nem kérdez rá egyáltalán, és viszont az egyetlen pont, ahol ő érzi azt, hogy a világnézete megbicsaklik, az, amit Imre is említett, az öntudatnak a kérdése. Tehát miért van az, hogy az ember, hogyha ő egy algoritmus, vagy több algoritmusnak az összessége, miért van az, hogy az ember tudatában van ennek? Tehát a gépek, a szoftverek nincsenek tudatában annak, hogy ők futnak. Miért van az ember tudatában saját magának? És ő látja azt, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés a világnézete számára, de ő hisz abban, hogy ezt képes lesz integrálni az ő világnézete. De itt megint szembeállítanám őt például George Waldal, aki egy Nobel-díjas tudós volt, a látás kémiáért kapott Nobel-díjat, aki éppen a materializmusnak fordított hátat emiatt, a probléma miatt. Tehát ő látta azt, hogy a relével működő kapu, ami ugyanúgy fényre reagál, az nincs tudatában annak, hogy ő kinyílik. Az ember viszont tudja azt, hogy ő lát. Miért van ez? Ezt nem lehet materialista alapon magyarázni, ő ezért hátra is hagyta a materializmusát. Egy idézettel hat fejezem be, de nagyon sok gondolatra lehetne reagálni, de látom, hogy az idő az kevés. Az egyik kedvenc írom, Chesterton, mondta azt, hogy ezt az Eretnekek című könyvében írja, hogy minden utópiák gyengéje ez, feltételezik, hogy az emberrel kapcsolatos legnagyobb nehézség legyőzhető, és aztán részletesen beszámolnak arról, hogyan lehet a kisebb nehézségeket legyőzni. És nekem Harari-val is ez a problémám, hogy Harari-nak az emberi természettel és az emberi történelemmel kapcsolatban a legnagyobb kérdésekre nincsen válasza. Most itt rengeteg kérdést lehetne sorolni, onnantól kezdve, hogy honnan van a nyelv, honnan van az öntudat, honnan van a szeretet. De feltételezve, hogy ezekre lesz valamikor valamiféle naturalista válasz, ő rátér olyan problémákra, amiket Imre is említett, mesterséges intelligencia, dataizmus, stb. Szóval összességében én azt gondolom, hogy bár ez egy nagyon izgalmas metanarratíva, tehát rendkívül érdekes Harari-t olvasni, de a zsidó-keresztény világnézetnek az én szememben sokkal nagyobb magyarázó ereje van a világ dolgaira nézve, mint Harari világnézetének, ami átjön abból, ahogy ő összerakja ezt az egész történetet, múlt, jelent és jövőt. Köszönjük szépen, Ádám, nagyon érdekes volt, amit itt hozzátettél, és az különösen, hogy Harari-t nem szabad úgy kezelnünk, vagy nem biztos, hogy ezt kell mondani, hogy nem szabad, hanem ne kezeljük úgy, hogy ez egy örökérvényű valami, hanem ez most egy felszínre jött gondolatsor, egy felszínre jött világlátás, ez most elfogyott 12 millió példányban, aztán el fog fogyni még párban, és valószínű, hogy fölkerül a könyvespolcokra, és egy év múlva már nem ezekről a dolgokról beszélünk, nem Harariról beszélgetünk, de ezekről a dolgokról még biztos, hogy sokat beszélgetünk. Ez lehet, és az, hogy a Biblia az örökérvényű. Harari az most egy gondolatsor, ami most divatosan, nem akarok itt felhengzősen, kicsit túl van hype-olva talán. De minden esetre nagyon-nagyon érdekes. Itt most az időből lassan kifutottunk, sőt nem lassan, hanem már túl futottunk. A többi kérdésekre egyszerűen nem tudunk most tételesen egyenként végigmenni és végigszaladni. Én azt gondolom, hogy itt mindenki
kapott annyi pozitív, annyi negatív, kinek, mi ragadta meg a figyelmét, inputot, vagy valami lökést, hogy újraolvassa a könyvet, hogy gondolkozzon rajta, és nagyon-nagyon sok kiegészítő információt, értelmezésbeli információt lehet találni a Külön Vélemény podcast hallgatása közben. Élményt jelent, és sok kérdésre, ami itt felmerült, amit itt a háttérben láttunk kérdéseket, azokra ott tulajdonképpen megtalálhatjuk a választ. És én azt gondolom, hogy ezzel talán befejezetnek tekinthetjük ezt a virtuális klub délutánt, ami ugye normális menetben, ha ez úgy ott ülünk bent egy terembe, akkor ez úgy történik, hogy most elkezdjük beszélgetni, sétálunk föl a light kávészcsészével, mindenki mondja a magáét, a véleményét, és aztán valamikor 9 órakor megy el az utolsó résztvevő. De hát itt most el kell köszönnünk. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm a meghívást. Ennyire komolyan felkészültetek erre az előadásra. Köszönjük azoknak, akik itt voltak és végighallgattak minket, illetve minket, titeket végighallgattak. És remélem, hogy mindenki jó élményekkel távozik most, és akkor köszönöm szépen még egyszer a részvételt, és mindent.